Sziasztok! Emma Alex vagyok, és ma bemutatunk nektek egy Wuben X2 névre hallgató EDC lámpát, ami úgy néz ki, mint az X1, csak picibe, és majdnem, majdnem hasonló teljesítménnyel. Kellett rá várni, de most itt van. Nos, nézzük is, mi van a dobozban. Hű, de jól néz ki. Ez a kinyitó mechanizmus nekem nagyon tetszik. Van egy user manuálunk ebbe a kis tasakba. Itt a lámpánk. Hozzám ez a lámpa fekete és ilyen szürke, átmenő kék árnyalatba érkezett. Így néz ki. Itt lehet majd tölteni. Ugyanúgy, mint a X0-t van az X0 is, ugyanaz a mechanizmus. ugyanúgy néz ki, mint a nagy tesója az X1, ugyanúgy háromledes. ledes. meg is mutatom nektek. Így néz ki az alja, így az oldala, így a teteje, eleje, és ugyebár a nagy alja. És ráteszem, hogy a videóban látsz, hogy azért jóval, de jóval kisebb, mint a X1 falkon névre hallgató. Az X2-es, ide is rá van írva, X2, egy nagyon kis dizájnos lámpa. Egyedül egy valamit, amit észrevettem, ez az Öfklips, ugyan acél, de sajnos nem csináltak meg azt, hogy fel lehessen rakni sildes sapkára fejlámpának. Ez csak kézi lámpa. Ennyi a hátránya. De ettől még nem rossz. Kapunk a dobozba egy ilyen érdekes kis cuccot. Kapunk egy ilyen vörös kupakot, ami igazából arra szolgál, hogy éjszakai világítás meg akarjuk őrizni, akkor világítson nekünk vörösen. Jó kis cucc. Nos, össze. Így, ni. Kupak, lámpa. És nézzük, mi ez. Hoppá. Ez ilyen nyakba történet. Menjünk itt a gombot. Ó! Oh! Ezt, ezt még egyszer mutatom. Ez így, mind a két oldalon van egy gomb. Lehet látni. megnyomjátok a gombot, és igazából kijön egy USB kábel. Wow! Egy USB kábelünk van, amit ha akarunk, nyakbalkasztónak tudunk hordani, és rá tudjuk tenni ezt a kis lámpát erre a nyakbalkasztóra. Ez egész jó cucc. Ez jó kis cucc, gyerekek. Wow! Ja, és ha nem akarjuk hordani esetleg ezt a nyakbalkasztót, itt van egy ilyen kis leakasztós megoldás. Tök jó. Hoppá, nem csatoltam össze rendesen. Ez, ez egy tényleg egy új keletű megoldás. Ilyet még nem láttam egy gyártónál se. Wow. Jó. Hasonlítsuk össze egy picit a másik kettővel, hogy dizájnra mennyire, vagy mennyire hasonlítanak. Ugye vár, az X1 falkonnak lényegében a tesója. Az X0 névre hallgató már nem hasonlít rá, csak ebbe a felső felhajtható megoldásba, hogy itt van az USB, önmagában az USB szigetelt. De itt van nálunk most gyerekek, Premier Pr Pr Prámba az X család. X0 megjelenés szerint pakoljuk tényleg X1 falkon, és utána jött az X2 sorrendbe. Itt van, itt van gyerekek, mind a teljes X család megvan. Wow! Nos, még gyorsan kipróbáljuk azt, hogy ez a kábel használható. -e. Itt van nálam egy Xiaomi Powerbank, bekapcsolom, Leúzom ezt. Ugye az érinkező felületével kell a fekete része felé nyomni, egyszer be is van dugva és most most dugdik a majom a kutba vagy nem hogy működik-e nem dugtam be és már világ itt is pirosan, hogy tölt ugye kékre vált hogyha teljesen fel van töltve úgy mint a másik, az X0 ez teljesen jó, jól használható most amire még nem tértem ki és gyorsan ki is szeretnék térni az a user manual ezek a nyelvek vannak benne. Van benne magyar? Azt nézétek, van benne magyar. De jó fejek! Van benne magyar nyelv. A 47. oldal. Wow! Na. Ó, gyerekek, tényleg magyarul? Van hozzá magyar leírás. Wow! De mondjuk nekünk most az angol fog kelleni, mert az angolban van legelején lerakva, hogy mit tud. De van magyar leírása is. Na, ez nagyon nagy pozitívum. Itt van, hogy miket tud ez a lámpa. Hát, igazából el is sorolhatom. Egy lumenne 8 óra, 100 lumenne 10 óra, az már egy nagyon kiadós fény, és tényleg látsz vele este. 400 is fél óra, és ha jól látom, egy, egy, percig 2500 vagy 1800 lumen, attól hogy melyik led van benne. És ha jól látom, 800 lumen egy órán keresztül utána. Jó. Jó, ja, és amit elfelejtettem mondani, ugyebár ha tölt pirosan világít, ha viszont fel van töltve, akkor kéken. Ha kéken világít, addig a pármas speciumig világít a lámpa, akkor teljesen fel van töltve, ha villog kéken, akkor merülőbe van, ha jól látom, akkor van ilyen 90 körül. Ha 40%-ra csökken a töltöttség, akkor pirosan világít, addig az 5 más bekapcsolat bekapcsolódás utána világít. És utána, ha nagyon le van merülve ilyen 15%-ra, akkor már pirosan villog. Nos, kihoztam az X -t. Wuben X családot. Elsőnek kezdjünk egy sima Wuben x 0 val ha végre belefókuszálja. Lekapcsolom. Ugye bár ő ezzel a fényjel lát, itt nem messze van egy fa. Ez a maximális. Most csak a maxi fényre leszek kíváncsi itt van az X2. Lehet látni, ráfogsz az a kamera, hogy most ő vele fogok világítani. Ez a 100 lumenes fény, ez a 200 lumen, ezzel már nagyon messzire látok két és fél órán keresztül, és kétszer gyorsan meg, akkor maximális 1800 lumen. Hát, ugyanaz, mint a nagy testvére kb. csak a nagy testvérehez képest gyengébb, de viszont egy ekkora lámpához képest rohadt erős. Na. Most nézzük a... X1 falkont. Ez a takarékfény. Ez a 400 lumenes fénye, ez a 800 vagy mennyi? Tesi, gyerekek, 1000 lumen, 2000 lumen, és 12000 lumen. Hát ez még mindig fenomenális, ez a kedvenc lámpám, gyerekek. De, kompacságba, méretbe, ha megnézitek. mind a kettő. Nagyon jó lámpa. Igazából a méret, a döntő. A legkisebb az X0 névre hallgató. Hoppá. Tudom én őket ajánlani, hiszen mind a három lámpa nagyon jó. Azt kell tudni az X1 falkorról, hogy ő ugye 400 g, de őnek van is fénye, és viszonylag kompakt, és adnak hozzá egy hortokot. Az X2 egy nagyon kompakt, jó erős fénye megáldott, és egész jó kis lámpa, és akár kis tartaléknak ezt a kis lámpát is tudom ajánlani, hiszen ez se rossz. Nos gyerekek, mi a erről a kis lámpáról, és az, hogy adtak hozzá egy egész jó kis nyakba hordós megoldást, ami a az USB kábel is egyben. Nagyon jó ez a kis lámpa, jó a fénye, az a legjobb benne, hogy a DC lámpa nem csak így világít, hogy csak ez a kis sugár van, hanem van egy rendes szortfénye, mint a VUBEN Falcon X1-nek. De hát egy Falcon X1 ehhez képest, hát kétszer hanem nem nagyobb, és euh, hát jó a drágább is persze. Jó, de azért ne felejtsük el, ez max 2500 lument tud, ha 20 p 9 es led van, és nem a Samsung, a Samsung csak 1800 lument még ez 12000 lument tud gyerekek. Szóval van egy kis különbség a kettő között. No, gyerekek, ez a videó ennyi volt. Ha tetszett ez a kis videó, ez a kis lámpa bemutató, ez a kis videó, ahogy mondtam, akkor csak ajánlani tudom. Látjátok, én nekem hozzám be az érdekes színbe jött meg. Én szerintem ezt napi szinten fogom használni, hiszen nagyon jól néz ki, pici, kocka, és igaz a panaszom nincs rá. Keresétek a bennél én nem Alex voltam. Sziasztok! Ja, és iratkozzá föl!